Nemzeti Tehetségprogram alapvető célja a Magyarországon és a külhoni magyar lakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése. A Bethlen Gábor Református Általános Iskola óvoda művészeti tehetséggondozó programja is támogatásban részesült. A program keretében 12 diák és pedagógusaik háromnapos szaktáborban vettek részt a Szarvasi Cervinus Teátrumban. A tábor céljai között a színházi műhely munkába való szakmai belelátás lehetősége, művészekkel való személyes találkozás és az igényes környezetben való élmény alapú foglalkozásokon való részvétel szerepelt. A tréning első napján a gyerekek Litauszki Sára közreműködésével megtekinthették a színházat, bebillantást nyertek a színfalak mögé, a jelmezraktárokba, sőt azt is testközelből megtapasztalhatták, hogy milyen egy színházi hóesés. Különleges élményben részesültek, hiszen a Holle Anyu musical próbájába is bekukucskálhattak, beleláttak a próba menetébe, láthatták és hallhatták a rendezői instruációkat. Ulá Márkó táncpedagógus irányításával ritmus gyakorlatokon vettek részt, megismerkedtek a moldvai táncokkal és a dunántúli ugrós lépéseivel, de a foglalkozáson a különböző népi játékok is nagy sikert arattak. A délután programjában dr. Dósa Zsuzsa művészeti igazgató tartott foglalkozást, előbb a dráma alapjairól ejtett szót, majd hang- és beszédtechnikai alapképzést tartott. A nap zárásaként a művészeti igazgatóhoz csatlakozott Polák Ferenc színművész is, irányításukkal helyzetgyakorlatokat végeztek a gyerekek. A második napon ismerős arcok várták a diákokat a színház kamara termében, hiszen az iskola egykori tanulója, Széplaki Géza és felesége, Szemerédi Bernadett már több alkalommal voltak a református oktatási intézményben rendhagyó órát, előadást tartani. A táborban a művészházaspár a színházi lét megismertetésével, érdekes kulisszatitkokkal készült, majd különböző fejlesztő játékokat és gyakorlatokat mutattak be. A harmadik nap programja a Holle Anyu családi musical megtekintése volt, amiben a próbán csak bepillanthattak, megnézhették teljes egészében is. Az előadást követően Varga Viktor rendezővel és a musical színészeivel is találkozhattak és beszélgethettek a gyerekek, sőt, közös fotók is készültek a rendkívüli alkalom megörökítésére.